így együtt mondom, díjkiosztó ünnepségén, postakalombás díjkiosztó ünnepségén. Külön köszöntöm meghívott vendégeinket, Pegyi György sportársat, a kerületünk elnökét, kedves feleségét, Vizikét, valamint Várkonyi Györgyikét, a adminisztrátorunkat, aki nagyon precízen csinálja ezt a munkát. Kovács doktor, aki már most már hagyományos, Fiskóteri sportársunk, aki mondhatnám tagunk, egyelőre ők jelentkezik, és Vizoltán sportársunkat, aki éppen most érkezik. Én külön nem akarom név szerint felsorolni. Köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket ezen a díjkiosztón. És szeretettel köszöntöm mindkét egyesületnek a tagságát. Örülök neki, hogy most megint sikerült összehozni ezt a közös díjkiosztót. Úgy gondolom, hogy ez a jövőben is megoldható lesz. Szeretném, hogyha legközelebb is itt együtt, valahol együtt ünnepelnénk ezt a díjkiosztót. Egyesület Összi fiatalok versenyén versenyzett egyedül csak, ő még, mivel kezdő galambán, hát a fiatalok versenyén 5. csapatbajnokság 5. helyezést ért el. Az egyesületi fiatalok championbajnokságában 1/4. helyezés. Fiatalok egyesületi fiatalok csapatbajnokságban 2. helyezés, egyénivel Győrből első helyezés, és Stokerőből első helyezés. A championban egyesületi rövidtávú championbajnokság 4. helyezés, egyesületi hosszú távú championbajnokság 3. helyezés, és egyesületi általános championbajnokság 5. helyezés. Helyezés, fura ő 3. helyezés. Az egyesületi rövidtávú championbajnokság 1 éves hímmel 4. helyezés, egyesületi rövidtávú championbajnokság 1 éves tojó 3. helyezés. 3. helyezés, Szentföldön 1. helyezés, egyesületi fiatalok csapatbajnokságában 4. helyezés. A championbajnokságban egyesületi rövidtávú championbajnokság 3. helyezés, egyesületi rövidtávú egyesületi csapatbajnokság 5. helyezés, egyesületi fiatalok távú csapatbajnokság a 3. helyezés, és a championbajnokságban egyesületi rövid távú championbajnokság tojó 1. helyezés, egyesületi rövid távú championbajnokság 3. helyezés, egyesületi rövid távú championbajnokság tojó 4. helyezés, egyesületi rövid távú championbajnokság 1 éves tojó 2. helyezés, egyesületi rövid távú championbajnokság egy kicsit elhagyott ebből a munkából. Én most ezen az alkalommal szeretném megköszönni neki mindazt a sok munkát, amit a hosszú élet során az egyesület érdekében és valamennyiünk érdekében tett. Én most ezután sok jó egészséget és erőt kívánok neki ehhez, hogy a továbbiakban se utasítsuk vissza, hogyha segíteni akar. Amit tettem, azt nem úgy tettem, hogy én, hát én hálás vagyok. Egészségem volt, tudtam csinálni, sajnos az egészségem meg. Viszont most azt szeretném, nem nagyon ide tartozik, de az Árvaéval együtt tudtam dolgozni 2 évet, és elég normálisan dolgoztam össze. Én is köszönöm neki ezt a 2 évet, és további jó egészséget, és mindenkinek jó galambász évet kívánok. Köszönöm. Győr 3. helyezés, Szentföldön 2. helyezés, egyesületi rövidtávú csapatbajnokság 3. helyezés, egyesületi hosszú távú csapatbajnokság 5. helyezés, egyesületi 3. helyezés, Reka Winkel 1. helyezés. Az egyesületi középtávú csapatbajnokság 3. helyezés, egyesületi általános távú csapatbajnokság 4. helyezés, és 3. helyezés, Szentföldön 2. helyezés, Szentföldön 3. helyezés, Földön 3. helyezett. Rövid távú csapatbajnokság egyesületi 2. helyezett, hosszú távú csapatbajnokság 1. helyezett, általános távú csapatbajnokság. Győrből 3.
Regensburg negyedik helyen jó. Gratulálok. Negyedik helyezettje és a középtávú csapatbajnokság ötödik helyezettje. Gratulálok. Verseny Budaörs első, fiatalok csapatbajnokságának harmadik helyezettje. Gratulálok. Bajnokságon első helyezést érte ez a galamb megérdemli a 26-461-es Szörf általános Sampionbajnokság 5. és a hosszú távú csapatbajnokság 4. helyezettje. Távú Sampion galambja első és 5. országos rövid távú egyévesek bajnokságán a 41-504-es tojója 21. helyezést érte. Fiatalok versenyén Stokerahóból egyik galambja 2. helyezett lett. Fiatalok csapatbajnokságának 4. helyezettje. Tindulák Antonia 15-154-es 3. helyezés, általános távú sampion 2. A rövid távú csapatbajnokság 5. helyezettje, középtávú csapatbajnokság 4. Hosszú távú csapatbajnokságon 3. helyzet, az általános távú csapatbajnokság 4. helyzetje, és a fiatalok bajnokságán 5. szerepeltek a galambjai. Bicskérő 1. Stokerahóból 3. 4. Regensburg 3. 4. Rövid távú sampion 1. Középtávú sampion előbe is nagyon sok díjat nyertek a galambjai, de még talán egy kicsit lehet csiszolni. Rövid távú Bicskéről látjuk, hogy talán legjobban megérdemelte ezt a díjat, hiszen már nagyon régóta, még hosszú ideje, hogy is mondjam, nagyon sokat foglalkozott a galambokkal, ezt én is tudom, úgyhogy igazán megérdemelte a sok munkának az eredménye. Tulajdonképpen a... Mégis van. Akkor a díjakat átadtuk, köszönöm szépen segítőknek, és... Hi. 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 Hi.